Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban. A Helikon kiadó zsebkönyv sorozata talán nem ismeretlen hallgatóink számára. A modern, egyszerű dizájn és az óriási választék a legtöbb vásárló figyelmét megragadja a könyvesboltokban. Mai vendégem Takács M. József, a sorozat egyik felelős szerkesztője, akivel annak kapcsán beszélgettünk, hogy a sorozat néhány darabjából éppen a mai napon jelenik meg a második kiadás. Mielőtt az aktualitásokról kérdezem, ejtsünk egy pár szót a sorozat missziójáról. Mikor és miért döntöttek úgy a szerkesztőségben, hogy zsebkönyveket dobnak a piacra? Egy nagyon hosszú előkészítési folyamat végeredménye lett a sorozat. Körülbelül egy fél, de lehet, hogy egy egész évet gondolkodtunk rajta, hogy mit, hogyan csináljunk. Az alapötlet az külföldi mintákból jött. Több hasonló sorozatot vizsgáltunk. Ami nagyon megtetszett nekünk, az egy olasz sorozat volt. És az alapötlet tehát ugye az volt, hogy ez egy műveltségi alapkönyvtár szeretne lenni, tehát olyan időtálló műveket adunk ki, legyen az szép irodalom, vagy egyéb jellegű mű, amiről azt gondoljuk, hogy mindenkinek a könyvespolcán ott a helye. Tehát elsősorban az időtálló érték volt a szempont, a másik pedig főleg kezdetekben, ugye ahhoz, hogy valóban olcsón tudjuk a könyveket az olvasókhoz eljuttatni, ahhoz először nagyon fontos szempont volt, hogy nekünk egy költségtakarékos dolog legyen. Tehát elsősorban olyan szerzőket, illetve műveket kerestünk, ahol nem kellett jogdíjat fizetni. Egy idő után elkezdtük a jogdíjas szerzőket is. Itt akkor egy másik szempont jött be, hogy lehetőleg kis terjedelmű művek legyenek. Ez egyrészt a zsebkönyv műfajból már eleve adódik, ugye, tehát nem bír el ez a fajta kiadvány több száz oldalas műveket. És amikor pedig fizetnünk kell érte, akkor ugye értelemszerűen itt terjedelem is számít. Egy enyhe áremelkedéssel kell számolni ez ügyben, viszont a kiállítás és a minőség az továbbra is változatlan. Egy-egy kötelező olvasmány is helyet kapott a sorozatban, de különlegesebb választásokat is felfedezhetünk az eddig kiadott könyvek listáján. Rögtön az első eresztésben helyet kapott a szerzők között Napóleon, Machiavelli, Sun Tse, akinek a háború művészete című művét adták ki, vagy akár Buddha, akinek a beszédei Vekerdi József szerkesztésében kerültek a polcokra. Ezt a fajta tematikát miért érezték fontosnak, vagy miért döntöttek amellett, hogy ilyen típusú művek is helyet kapjanak ebben a sorozatban? A szép irodalom mellett úgy gondoltuk, hogy az emberiség kultúráját meghatározó nagy gondolkodók műveinek mindenképpen helye van, ezt a mai napig csináljuk, tehát azért itt az említettek mellett kiadtunk Freudot, Nietzsche-t, Youngot is tervezünk későbbiekben. Tehát az olyan társadalomtudományi vagy esetenként filozófiai, pszichológiai alapművek, azok nyilvánvalóan megtalálják a helyüket a sorozatunkban, hiszen arról van szó, hogy egy a lehető legszélesebb spektrumban értelmezhető műveltséget közvetítsen a sorozat. 68 különböző mű jelent meg eddig a Helikon zsebkönyvek sorozatában. Melyek voltak a legsikeresebb kötetek, hogyha párat megemlítene, megköszönném. Hogyha most a sikeresség kritériumaként az eladott példányszámot vesszük, akkor hát például a most utánnyomásra kerülő néhány könyv, ez ott van a nagyon-nagyon sikeres könyvek között, tehát a Lao Tse Tao Te King-je, Saint-Exupéry kishercege, Edgar Allan Poe-nak a novellái és a márai gyertyák csonkigéknek, de emellett számunkra nagyon nagy örömet jelentett az, hogy például Freud és Nietzsche művei azok kifejezetten nagy példányszámban fogytak, Szerb Antal regényei komoly példányszámot produkáltak. Összességében azt gondolom, hogy mind a szép irodalomban, mind a non-fiction irodalomban elégedettek lehetünk a könyvek fogyásával. Ezek a kiugrók, amelyeket esetenként második vagy harmadik utánnyomásra is el tudtunk küldeni, ezek a sorozatnak az egy negyedét teszik ki. Tehát most óvatos becsléssel azt mondom, hogy minden negyedik könyvünk olyan, hogy na, az kifejezetten sikeres. Az ön nevéhez fűződik a Kisherceg újrafordítása többek között. Ennek mi a története? Ez most ráadásul az újranyomott könyvek között is ott van. Mi a története, és miben más ez a szöveg, mint az eredeti rónai féle verzió? Ezt ugye szintén a sorozat elején adtuk ki a Kisherceget.
pont akkor járt le a jogdíj, és a kiválasztást részben ez motiválta, ugye, mint említettem a sorozat elején, az nagyon fontos volt, hogy olcsón tudjuk a könyveket előállítani. Amúgy pedig ezt a kiadóvezető Szász Zsolt hosszas rábeszélésére vállaltam el ezt a munkát, mert én is úgy gondoltam, hogy alapvetően azért egy klasszikus fordításról van szó, amit nem biztos, hogy feltétlenül újra kell csinálni. Aztán menet közben kiderült, hogy de mégiscsak van értelme ennek a dolognak, ugyanis és talán ez a döntő különbség a rónai féle fordításhoz képest, hogy a rónai fordítás az egyértelműen gyerekeknek szól és gyerekeknek készült, miközben a Saint-Exupéry műve az legalább annyira szól a gyerekekhez, mint a felnőttekhez, és legalább annyira volt szándéka a szerzőnek a felnőtt olvasók megszólítása, mint amennyire a gyerekeké. És én a fordításban ezt a kis finom különbséget próbáltam megjeleníteni, tehát mondhatjuk úgy, hogy felnőttesebb lett ez a fordítás. Mihez lehet kezdeni azokkal a mondatokkal, amelyeket tudunk idézni is, akár egy ilyen klasszikus műből? Ezekhez egy új szemlélet kell, vagy van, amit ugyanúgy fordított, mint ahogy Rónai? Hogy képzeljük ezt a munkát? Igen, valóban ez volt az egyik komoly aggályom a munka elvállalása kapcsán, hogy vannak a kvázi szállóigévé vált mondatok, és hogy azokkal mit lehet kezdeni, majd erre kitérek. Másrészt pedig, hogy a könyvnek a nyelvezete alapvetően rettentő egyszerű, tehát hogyha van egy olyan mondat, hogy rajzolj nekem egy bárányt, azzal nem tud az ember mit csinálni. Tehát azt lehet másképpen megfogalmazni, de akkor már az rosszabb lesz. Tehát az ilyen nagyon egyszerű, pár szóból álló mondatokkal nem lehet mit csinálni. Tehát ha azt valaki jól lefordította, akkor annál már csak rosszabbat lehet csinálni. Tehát az, hogy rajzolj nekem egy bárányt, az úgy maradt. Ez egyértelmű. Vannak egyéb olyan mondatok, amelyek karakterisztikusan jellemzőek a regényre. Ha ezek egy picit is bonyolultabbak, akkor már lehet próbálkozni, és én próbálkoztam is azzal, hogy egy alternatív megoldást találjak rájuk. Úgyhogy az esetek többségében azért én elég bátran belenyúltam ezekbe a mondatokba. De van néhány kétség kívül, ami úgy maradt. Beszéljünk még egy pár szót a jövőről. Mikorra várhatóak az idei új megjelenések, és milyen kötetekre készülhetnek az olvasók, hogyha erről lehet egy pár szót ejteni? Idei terveink még egy kicsit képlékenyek, de azért nagyjából megvannak. Ugyanazt az utat járjuk, mint eddig, tehát szépirodalom és non-fiction könyvek egyaránt lesznek a sorozatban. A megjelenések dátumáról annyit azért tudni kell, hogy nincs kőbevésve, amit mondok. Nyilván itt ezer dolog bezavarhat, de azt tervezzük, hogy havonta egy kötet fog megjelenni. Előfordulhat, hogy egy-egy hónap kimarad, de minimum 10 kötettel számolhatunk a 2019-es évre is. Úgy szeretnénk, hogy mindig a hónap 10. napján, vagy annak nagyon közelében jelenjenek meg ezek a könyvek, hogy egyfajta ritmust tudjunk tartani mind a tervezésben, mind a kivitelezésben. És hát akkor mondok egy pár nevet, szerző címet. Ami egészen biztosnak tűnik, hogy Vladimir Nabokovnak az egyik legfantasztikusabb művét, a Meghívás kivégzésre című regényét fogjuk kiadni, méghozzá azt hamarosan. Konrad Lorenz, a civilizált emberiség 8 halálos bűne, Kant örökbéke tervezett, Fitzgeraldtól a Nagy Gatsby, Mircea Eliade-nak a Szent és a Profán című könyve, ezek jönnek vélhetően az első fél évben, és aztán a további tervek között még szerepel egy újabb, mert hogy Poe novellás kötet már 2 is volt, de most lesz egy harmadik, mert az rettenetesen tetszett az olvasó közönségnek, úgyhogy lesz egy újabb Poe novellás kötet, és egy Csát Géza novellás kötetet is tervezünk. Jó, hogyha az olvasók tudják, hogy időről időre vannak olyan akcióink, amikor komoly kedvezménnyel lehet megvásárolni a régebbi könyveinket, és idén is tervezünk ilyeneket. És ez nem feltétlenül csak a nagy könyves események időpontjával esik egybe, tehát ugye a könyvfesztivál könyvét, hanem online mindig kedvezménnyel árusítjuk a könyveket, de lesznek olyan akciók, amikor ez a sokat vásárol, de jóval kedvező áron, tehát ez a lehetőség, ez majd meg lesz. És ezekről a hallgatóság hol tájékozódhat? Hát elsősorban a kiadó honlapján, illetve hát majd meglátjuk, hogyha oda jutunk, tehát hogy elindul egy ilyen akció, akkor remélhetőleg mindenféle fórumon ezt majd próbáljuk kommunikálni.
A mai naptól tehát újra érdemes keresni a könyvespolcokon Machiavelli a fejedelem, Lao Tse Tao Te King, Saint-Exupéry a kis herceg, Nietzsche bálványok alkonya, Edgar Allan Poe az aranybogár, Szerb Antal a Pendragon legenda, valamint Márai Sándor a Gyertyák csonkig égnek című kiadványait. A Helikon zsebkönyveket az elmúlt percekben Takács M. József ajánlotta.